Ingyenes rendezvényen, szabadtéri zenei programokkal várja a hétvégén a tataiakat a Városkapu ZRT. Helyszín a Kastélytér. 13. és 14. az időpont, a program címe pedig Nyári Zenei Fesztivál. Tatai Városkapuk Összhasznú ZRT a Nyári Zenei Fesztivált a Kossuth tér rehabilitációs program keretében valósítja meg. Tehát ez egy összefüggő programsorozat egyik eleme, mert elkezdtük már áprilisban a tavasz köszöntő családi napunkat. Ez a második rész, a Nyári Zenei Fesztivál, és szeptember 30-án még három program elemet kell megvalósítanunk ebben a program keretében. Hát most hétvégén egy nagyon színes zenei fesztivál várjuk a tatai látogatókat. Szombaton és vasárnap 10 órától koncertek, operett, opera, musical gála. A Lövész Dandár zenekarának műsora, pódiumszínházi előadás szórakoztatja majd a nagy érdeműt. A családokat emellett kirakodó vásár, a gyerekeket népi játszóház várja. Július 5-én pedig indulnak az Angol Parkban a szabadtéri színpad programjai. A szabadtéri színpadi programunk is nagyon sokszínű, sok műfajú dolgot árul magára el, mert igyekeztem úgy összeratni a tatai szabadtéri színpadi programokat, hogy mindenki megtalálja neki ízlésének megfelelő programot. Július 5-én kezdünk egy Muzsikalgia című muzikellel, ami egy kifejezetten családi muzikell. Utána a kabaré, a vidámságokra gondoltunk a stand-up comedy című műsorra, ahol a Prekop György, Orosz György és társai lépnek fel. Utána a komoly zenekedvelőire szeretnénk egy kicsi csemegével szolgálni. Ökrös Krisztián és zenész társai adnak egy nagyon nagy sikerű koncertet. Őket már ismeri a tatai közönség, a újévi koncert keretében is felléptek itt Tatán. Majd július végén az Enda Musical, a Sziget-Szent Miklósi Sziget Színház vendégjátéka lesz Tatán. Az Enda Musicalt adja elő Pataki Attila engedélyével, és ez egy, aki szereti az Eddát, az Enda számok hangzanak el Musical köntösben, de nagyon jó híres szereplők tolmácsolásával. A Hegedűs a háztető produkcióval kezdődik az augusztusi program, és utána augusztus 13-án egy 3 éves előkészítő munkát eredményeként jön Kon Zsuzsa Tatára. Jellemző Zsuzsa két nagy koncertet ad, egyiket Budapesten, és másikat pedig Tatár tisztelte meg ebben, hogy ezt a két nagy koncertet vállalta nyáron el. Utána tovább folytatódik a Magyar Oddal Színház előadásával, láthatjuk a Mészáros Árpád Zsoltan lesz egy élő koncertje, szeptember 12-en Bengond X-en zárja a sort. Az Angol Kerti estéket megelőzően azonban most a hétvégén, június 13-án, 14-én a Kastélytéren Nyári Zenei Fesztivál. A programok szombaton délelőtt 10 órától indulnak.